Yes. Thank you.
Az északi sark. Thank you.
esetleg párásodást lehet kivédeni. Pedig ez egy csíz szemüveg, ami nem párásodik, mert ez kurvára bepárásodik. És már nem is látok. Semmit nem látok. Mi a vizet? Akkor jön a csúszós rész, azt sem látom, hol a híd. Hát az ügyeik jég.
semmit nem látok. Megtörölni a fejemet, nem látok ki semmit. Fantasztikus érzés. Ugye durván ennyit lehet látni, az is semmit, és nem tudom, hogyan kerül a ennyi izzadság. Megoldjuk, vagy nem. Semennyivel, hogy látom, azonnal visszapárnásodik a semmitől is. Hát ez fantasztikus. Ez nem anti-pára szemüveg, hanem ez a pára szemüveg. Nem kihagytak valamit. És megpróbálom úgy föltenni, hogy nincs alatt a maszk. Jobban járni, hogyha
elfelejteném ezt a szemüveget. De érdekes, hogy a szemem nem párásodik be. Ez meg mire jó akkor végül is a kukába belehajítani, vagy nem tudom. Igazából akkor ez semmire nem való. Azt sem tudom, hova tegyem most. Mert sok nagy hely van itt. Passz, piros. Ez még egy semmire nem jó szemüveg. Ennyit ér a Vedze síj szemüvege. Ami ugye azért jó síj szemüveg, mert nem párásodik be. De ez nem kívül, hanem belül párásodik be ráadásul, úgyhogy végül is a szellőzését, amit terveztek, azt mondhatjuk sikertelennek. Mert ez még most is annyira párás, hogy nem megy ki rajta fény. És azt nem tudom, hogyha kioldalám nagyra, és feltenném a sisakra, akkor ugye könnyen és
így látom, hogy át tudok-e menni, ha nincs rajtam ez a párás szemüveg. Jól látszik, hogy nem. Csak ezek a gyökerek az alján, meg a szélek vannak piszkálva. A gyökér meg úgy csiszik, mint hogyha jégbordán esnék át. Zúzós. Csak már elfogytak. Talán. Onnét gondolom, hogy erre vaddisznók járnak és nincs kullancsirtószag. Ők meg ugye rutinosak. De ők se fújják be magukat. Úgyhogy nem kell. Azok nincsenek kullancsok. Thank you.
egy dolog hiányzik, illetve 30 fok. Az hiányzik a boldogsághoz. Igen, van befagyva, elsüti a nap. A másik meg majdnem végig volt fagyva.
Thank you.
Ugh.